Csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vendégünk. Az előbb, mint vendégműsorvezető, igaz, nem igazán tudott labdába rúgni, most megadjuk a lehetőséget neki, hogy kifejtse véleményét, hogy tulajdonképpen is mi történik, amikor egy pártot szeletelnek, illetve milyen megoldást tudna, mert azért mondjuk, hogyha én egy politikus lennék, ami nem leszek, illetve vannak elképzelésem, hogy ki tudnék halálra idegesíteni azzal, hogyha vigyázzanak, mert még jövök. Aztán nem lesz lopás, csalás. Szóval ezt biztos tudják, kinek üzentem. Szóval egy szónak száz a vége, hogy azért mégiscsak szükség van egy normális baloldali pártra, ahol gondolkodó rendes emberek vannak. Ha most felszeletelik magukat, akkor mi marad belőlük? Még mag se, hogy ki lehessen magról fejleszteni egy újat belőlük. Figyelj, Péter, meglátjuk, hogy mi lesz a választások után. Amiről én nagyon nem szeretnék vizionálni, mert ahogy az előző részben itt említettem, a rémálmaim beszoktak teljesedni. Ez a párt most nyilván nehéz helyzetben van. Ma azt nem is én... szeretnél szocialista politikus lenni ebből kifolyólag? De hát Péter, ha szeretnék, akkor az lennék tekintettel arra, hogy nem szeretnék, így aztán nem vagyok. Téged kirúgtak, vagy elmentél? Hát ez közös, hogy szokták ezt mondani, közös megegyezéssel hagytuk el egymást. Mivel fenyegettek meg, ha nem közösből? Mi? Nem fenyegettek meg semmivel. Nem, én, figyelj ide, én bár nem hiszem, hogy ez különösebben érdekes lenne, én a hatalmi politizálásra, tehát hatalomból politizálásra nem vagyok alkalmas, én nem szeretem a hatalmat, és utálom az összes arroganciájával együtt. És ráadásul ez, ami itt a kis hazánkban van, az egy nagyon a kis államok nyomorúságából kialakult hatalomgyakorlási mód, hogy most itt nagyképpen fogalmazzak, és kellően zavarosan. Nekem igazából 94... Ebből tudjuk, hogy igazi politikus voltál. Hú, most nem mondom ki, hogy gondoltam. Na szóval 94 után, amikor bekerültünk a hatalomba, csak ennyit tényleg erről, én erre alkalmatlan vagyok. Tehát nem, nekem sem a életmód, sem a stílus, se semmi egyáltalán nem. Hát, hú, ne idegesíts már föl ilyen hülye kérdésekkel. Tehát tudom, milyen homeless szeretnél lenni, ahol semmi hatalom, nincs ebéd, nincs vacsora. Marhaságokat beszélsz, az, hogy az ember... Első kerületi kispolgár szeretnél lenni? Ha az ember közélettel foglalkozik, érdekli a közösség, vagy az a társadalmi réteg, ahonnan jött, meg egyáltalán, hogy mi történik abban az országban, abban a hazában, abban a nemzetben, hogy nem, annak nem egyetlen adekvát megfelelője a politikusi lét, sőt, az a helyzet, hogy még a politikai szerepek is nagyon különbözőek tudnak lenni. Tehát mit tudom én, amikor azzal szokták vádolgatni, mondjuk például a miniszterelnök jelölteket, most nagyon leegyszerűsítve, hogy csak a hatalmat akarják. Nem a pénzt ahhoz tényleg kell a hatalom akarása. Tehát ez pont annyi. Vannak bizonyos lelki motivumok, amelyek szükséges feltételei annak, hogy valaki például jó esztergályos tudjon lenni. Ugyanígy ahhoz, hogy valaki miniszterelnök, elnök, vagy valamint végrehajtó hatalmi ág tudósa, gyakorlója legyen, mint ahogy például mit tudom én, a bírói hivatáshoz is olyan attitűdök kellenek, amik vannak, akikben benne vannak, vannak, akikben nincsenek benne. Tegyük de ezt, az a baj, hogy akikben nincsen benne, azok is gyakorolják, és ez érdendő mindenre. Ne. Hát egyrészt azért az ember, ugye a politikusi lét is, az egy, a politikusai hivatás is egy ilyen, tekintetünk erre is úgy rá, mint a munkaerőpiacra. Az, hogy úgy alakult a helyzet történelmi és politikai előzmények után, hogy a magyar politikai elit, hát hogy is mondjam, finoman szólva kontraszelektált, annak sok oka van, az ember eldöntheti, hogy benne lesz, vagy nem lesz benne. Eldöntheti, hogy akar-e politizálni, vagy nem. Nagyon látszik ezen a mai helyzeten, hogy
egy 10 milliós ország, az mégiscsak egy nagy ország, ezeknél az embereknél, akiket már látunk, bizonyára vannak sokkal alkalmasabbak, vagy lennének, csak hát ezek valamiért presztízs, de akár anyagi okokból is, meg ízlés okán nem hajlandóak részt venni. Ezeknek egy jó része azokon a százezrekkel elhagyta az országot. Tudod? Na, de visszatérve a szocialista pártra... Milyen nemzeti önérzet van bennük? Hm? Milyen nemzeti önérzet van bennük? Vagy ez nem érdekli őket? Én nem értem, hogy te is most ezzel a kérdéseddel azt amikor nemzeti önérzet, te azt hiszed, hogy én valami negatívra akkor... gondolok. Én például nekem két hazám van, mind a kettőt szeretem, és hogyha egyikben nem tudok ellátogatni és huzamosabb ideig ott lenni, akkor lelki problémáim vannak. Bocsáss meg, Brajer, akkor miért teszed fel ilyen hülye kérdéseket? Mert aki... Na miért? Mert kíváncsi voltam a véleményedre. Hát, simán. Attól még én lehetek jó magyar, nem attól vagyok jó magyar, hogy most éppen Dunakeszin élek, és ha mondjuk éppen... Ezt akartam hallani tőled. Hát nem, tehát ezek az ember... Az, hogy elmentek, ennek számtalan oka van, és ettől még valószínűleg, sőt, és ezeknek egy jelentős része, csomó lóvét küld haza. Tehát a nemzeti jövedelem, az örököt emléket a GDP számainkban, benne vannak azok a honfitársaink, akik most Londonban, Belgiumban, Izraelben, akárhol élnek a világban. Az ilyen emberek, mint te, használhatók barométernek is, úgyhogy nem csak a meteorológiát, hanem megjövendölni, hogy mi fog történni, mert állítólag te logikusan tudsz gondolkodni. Van-e olyan veszély, hogy beszéljünk magyarul, hogy kiutáljanak minket az Európai Unióból. Ez reális. Ez abszolút reális. És akkor mit csinálunk? Pofán vágjuk őket? Hogy nem mi maradunk? Persze, hogy hát, figyelj ide, ugye örülök neki, hogy megkérdezted, de hiába pofázik itt az ember, hát nem olvasnak a népek. Amúgy meg nem tudnak semmit az Unióról. Amúgy meg persze ez nyilván Unió is felelős, de én magam is, aki állampolgár vagyok. Az Unióból nincs kizárás. Most az a Facebookon volt egy semmit, leírtam 25-ször. Értem, hívjuk közösségi hogy... oldalnak, igen? Igen. Nem fizetnek. És te figyelj. És egyszerűen képtelenek, nem zárnak ki, nem. Egy dolog biztos azonban, hogy ezt az uniót újra is lehet alkotni. Tehát én annak a veszélyét nagyon reálisnak tartom, hogy esetleg újra alakul az Unió jóval kevesebb tagállammal. Amikor kitalálták az Uniót, és én tinédzser voltam, akkor iszonyúra irigy voltam azokra, akik bent voltak. Addig, ameddig mi nem kaptunk egyéb okok miatt útlevelet, ők addig egy jogosítvánnyal rohangáltak, másfajta ruhákat hordtak, másfajta zenét hallgattak, és most közel 70 évesen egyszer nem is tudom megérteni, hogy a zene hogy nem jött át a határokon, miért kellett annyira várni, stílusokra gondolok, vagy egyebeknek, és azt mondom, hogy gyerekek, erről nem szabad lemondani. A társasjátékoknak vannak játékszabályai, és ne engedjük magunkat kiutálni se, meg próbáljunk ne fordítva berúgni a labdát. Figyelj, de van még egy nagyon fontos dolog különben, és ezt joggal mondják most már sok helyt. Először is ez egy klub. Sok-sok szabályozatlansággal. Az alapítók nem tudtak mindenre gondolni, és különösképpen a 20... A görbeuborkára. A kettő... Ja, hagyjál már a hülyeségeidlete is. A kettő... Először is nem gondolták, nem voltak ennyire látlakok, hogy mondjuk például a fasizmus szelleme visszatér Európába. Sok tényleg van baj ennek az uniónak. De beléptünk egy klubba. Beléptünk. Ennek vannak bizonyos szabályai. Van egyfajta értékrendje. Lehet ezt utálni. Tehát csokolom, bizonyom Orbán Viktornak, ha ő neki nem tetszik. Akinek ez nem tetszik, ha nekünk nem tetszik, ha nem, akkor el kell hagyni. Senki. Figyelj ide, annyira vicces, amikor ilyeneket mondanak ebben a különösképpen a külpolitikai retorikáinkban, hogy, és akkor nincs joga ezt meg azt tenni, meg mondani,
a brüsszeli bürokráciának, meg meg a többi tagállamnak. Ha a külpolitikai biztos úrra gondolsz, ő egy görbeuborka. Gondoljanak, kedves nézőim, amire akarnak, csak hát mégsem írhatom ki, hogy 18. Ez most egy jó példa, amit mondtál, drága barátom, a külpolitikai biztos miért egy olyan ember, aki ugyan ezzel a címmel rendelkezik, azonban egyéb kompetenciái nincsenek. Azért olyan ember, mikor Orbán azt mondja, hogy hát uniónak nincs külpolitikája, azért nincs külpolitikája, mert ugye a külpolitikával kapcsolatos döntési mechanizmus arra épül, hogy az uniónak nincs külpolitikája. Hála is. És most ezt nem tudjuk, Breyer. El kell dönteni. Amúgy meg állandóan azon rinyáltok. Nagyon sokan. Hogy nincs külpolitikája, bénakatya. Vagy hogy az egészségpolitikában milyen bénakatya. Azért nem kapott rá felhatalmazást a tagállamoktól, tetszik tudni. És mondjuk Orbán Viktor is személy szerint minden olyan alkalommal az elmúlt 10-valahány évben, amikor súlyos kérdésekben külpolitikai döntés előtt állt az Unió, akkor mindig megvétózott minden olyan döntés. Mert biztos éppen mindig valakit el akartak ítélni. Egy lószart, hát akkor... kérek, akartak elítélni, de hogy megállapodásokat rúgott föl, számtalan ilyen dolgot, és egyébként meg amúgy meg az elítéléssel neked konkrétan mi is a bajod? Vagy én azt hittem, hogy benned egy ember lakik, de úgy látszik, hogy kettő. Az mi? Tudnél mit jönnél? Skizofrén lennék? Itt volt a doktor, nincsen. Miért nem vitettél el? Nincsen. Mert a demokráciában nincs elvitetés, még az anarchiában se. Ez egy anarchisztikus demokrácia ugyan, de nem vitetnek el. Mert ami nekem kedves, a zsidó államot te is szereted. És egyszerűen nem értem, hogy az Európai Unió külpolitikai biztosa, az előzőt sem bírtam már, de hát az még szuper jó volt az olasz asszony ehhez képest a spanyolhoz, aki... Így nyomkodja a gombokat. Tehát egyrészt nem tudom, milyen gombot nyom meg, mert teljesen inkompetens és a külpolitikai biztosság. Nem biztos. Külpolitikai fő megbízott, nem véletlenül nincsen semmilyen kompetenciája. Ez az izraeli állammal kapcsolatos ügy, ez tényleg elképesztő. De nem arról egyébként, nem arról beszéltem, hogy az Unió tökéletes. Mert miközben az Unió olyan, amilyen, eközben azért nézd meg a német izraeli kapcsolatokat, nézd meg a francia-izraeli kapcsolatokat. Én annak örülök, hogy az én haszám hozzájárul ahhoz. Az most, hogy milyen motivumok alapján, azt nem merem, szégyelleni még kimondani is, de ennek örülök. Itt folytatjuk a jövő héten. Most viszont nagyon érdekes dolog lesz, mert találtam egy olyan riportalanyt, aki hasonló bacikkal küzd, mint te. Megcsokolta őt a politika, és nem tudja elengedni. Következő vendégünk Dömsödi Gábor. Isten tartsanak hozta velünk. Szasz, peciként csokolok.